utakon 6 baleset 1 óra alatt. Egy sérültet vágtak ki a roncsból, balesetet szimuláltak a békési tűzoltók. Hazajönnek a bajnokok, ünnepi gálával köszöntik 2017 legjobb sportolóit. Jó estét kívánok, Önök a Hét.tv híradóját látják. Minden idők legsikeresebb konzultációja zárult le az előző héten, minden korábbi részvételi rekord megdőlt, mondta a kormányszóvivő a postától származó végleges adatokra hivatkozva. Kovács Zoltán hangsúlyozta, a részvételi számok is azt tükrözik, hogy a konzultáció olyan nemzeti ügyről szólt, amely a jövőben is meghatározza Magyarország és az Európai Unió sorsát. Olyan kérdésekről, amelyek nem csak magához a soros tervhez kapcsolódnak, hanem általában a bevándorláshoz és az illegális migrációhoz, tette hozzá a kormányszóvivő, aki egyúttal azt is közölte, hogy a kérdőívek tartalmi feldolgozása a következő napokban szintén befejeződhet. Egészen pontosan 2.332.755-en küldték vissza, illetve töltötték ki a kérdőívet. Ebből 2.154.264 darabot nyomtatottan, tehát postai levélúton küldtek vissza, 178.491 darab pedig az interneten került vissza hozzánk. Nyugodtan kimondhatjuk, illetve kijelenthetjük, hogy minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációjáról beszélünk. 6 baleset 1 óra alatt. Így indult a kedd reggel az autósok számára Békés megyében. Az éjszaka lehullott csapadék ráfagyott az utakra, amely komoly fennakadást okozott. Több baleset is történt kedden reggel Békés megyében. Ez az autó például a Békés Csabát és Gyulát összekötő útszakaszon csúszott be az árokba. Az éjszaka esett hó először elkezdett olvadni, majd hajnalban ráfagyott az utakra, ezért sok autós csak nehezen tudott közlekedni. A rendőrség azt mondja, oda kell figyelni a megváltozott útviszonyokra, sok esetben a felkészületlenség miatt történik a baleset. Kedden reggel 6 közlekedési balesetről értesítették a rendőrséget Békés megyében. Ezek rövid idő alatt, egy bő óra alatt történtek, elsősorban anyagi káros balesetek voltak. A balesetek történtek Gyulán, Békés Csaba külterületén, Szeghalmon, Gyomendrőd és Dévaványa közötti útszakaszon. A balesetek jellemzően megcsúszott járművek egymásnak ütközéséből adódtak, illetve a csúszást követően letértek az útról. Nagy torlódások alakultak ki a belvárosban is. A gépjárművek sokszor csak nehezen tudtak elindulni, és csúszkáltak a jeges utakon. Sokan azt mondták, nem elégedettek a takarítással. Nem vagyok megelégedve a téli takarítással, mert gyakorlatilag reggele voltak fagyva az utak végig, legalábbis Szabadkígyós, Újkígyós, Gyula környékén, és bizony nehéz volt a közlekedés. Az elsőrendű főutak esetében általában 1-2 óra, a másodrendű főutak tekintetében ilyen 2-3 óra, és a többi utak tekintetében pedig olyan 4-6 óra. Ennyi időn belül kell a havazás észlelésétől kezdve elkezdeniük az utak síkosságmentesítését a közútkezelő járműveinek. Ezt mondta még novemberben Virág Mihály az Aktuális című műsorunkban. A Magyar Közút ZRT Békés megyei igazgatója úgy fogalmazott, idő kell, hogy a legtávolabbi pontra is odaérjenek. Hát természetesen előfordul, hogy az első percekben is valaki megcsúszik, amikor még nem ér oda, mert fizikai lehetetlenség, hogy odaérjenek a szórókocsik vagy a hólyagék ebben az esetben. Úgyhogy tehát ez mindenféleképpen tudatosítani kell a közlekedőkben. A téli átállás időszaka általában november 10-től március 15-ig tart, de ez minden évben máshogy alakul az időjárási viszonyoknak megfelelően. Soha rosszabb esztendőt, így értékelte a 2017-es évet a nemzetgazdasági miniszter a 19. alkalommal megrendezett vállalkozók napján pénteken. Varga Mihály felidézte, jövőre ismét csökkennek a béreket terhelő járulékok, a felszabaduló forrásokat pedig beruházásokra és béremelésre egyaránt lehet fordítani, ami a munkaerőhiány orvoslása miatt is fontos lenne. A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen kitüntetéseket adtak át a kiemelkedően teljesítő vállalkozóknak.
A Magyar Gazdaságért díj elismerésben 9-en részesültek, miniszteri elismerő oklevelet egy vállalkozó vehetett át, valamint 68-an részesültek az év vállalkozója díj kitüntetésben. A Vállalkozók Országos Szövetsége Békés megyei szervezetének elnöke a vállalkozók fontosságára hívta fel a figyelmet. Igazság szerint több napból kellene Magyarországon a vállalkozókról beszélni. Az is csoda, hogy ezt az egy napot elértük, mert igazándiból az egyik motorja a Magyarország föntmaradásának a kis és közepes vállalkozók működése. Ez több százezer vállalkozást és alkalmazottakkal több millió embert érint. A VOSZ büszke arra, hogy az elmúlt csak nem két évtizedben mintegy 2500 kiváló vállalkozót tudott kitüntetésben részesíteni, fogalmazott a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A VOSZ fennállása óta elmondhatja, hogy körülbelül 2500 vállalkozó kapott tőle kitüntetést, ami a gerincét képviseli a magyar kis- és középvállalkozóknak. Ez egy ünnep volt. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, a kis- és középvállalkozók biztosítják a munkahelyek 75%-át Magyarországon, amely a gazdaság és az ország szempontjából is fontos. A vállalkozásokat segíteni és támogatni kell, működésükhez szükséges feltételeket biztosítani, lehetőség szerint nem akadályozni, hanem segíteni, támogatni a tevékenységüket. Közös az érdek ugyanis. Egy jó kormányzat támaszkodik a jó vállalkozásokra, mert a legnagyobb foglalkoztató, a legnagyobb munkahelyteremtő réteg mindig is a vállalkozók közül kerül ki. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, az elmúlt évben olyan folyamatok, kezdeményezések indultak el, amelynek célja, hogy a gazdaság minden szereplője erősödjön, akár vállalkozó, akár munkavállaló. Fontos, hogy a gazdaság szereplőinek legyen perspektívájuk, hogy tudjanak hosszú távra is tervezni. Míg az idén praxisonként 3 millió forintot, azaz összesen 7,6 milliárd forint támogatást kapnak az alapellátásban dolgozó fogorvosok, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi Szűcs Zoltán kiemelte, az összeg szabadon felhasználható, így a rendelők fenntartása mellett akár béremelésre vagy esetleges fejlesztésekre is fordítható. Dr. Kerekes Attila Békés Csabán rendel. Azt mondta, a kormány 2017-ben több kedvező intézkedést is hozott a fogorvosok számára. Minden fogorvos is, tehát házi orvos, ebbe a fogorvosok is, aki a saját tulajdonú rendelőbe látja el a feladatát, aznak évente 330 ezer forint felújítási támogatást kap. Most tovább bővül a támogatások összege. Az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan bővülő forrásokkal lehetett számolni az egészségügyben, és ennek egyik nyertese az alapellátás. Összesen 7,6 milliárd forint plusz támogatás fog érkezni az alapellátásba, az egészségügybe. Az elmúlt időszakban folyamatosan bővülő forrásokkal lehetett számolni, és ennek egyik nyertese az alapellátás is, hiszen közel 70%-kal sikerül több forrást erre fordítani. Főorvos úr, úgy érzem, hogy a fogamnál egy ilyen kis kiálló rész van. Békés Csabán egy alapellátásban dolgozó fogorvos egy körzetet lát el, amely megközelítőleg 3600 embert jelent. Dr. Rükk András elmondta, nagy segítséget jelent a praxisok számára 3 millió forint, hiszen a rendelők fenntartása rendkívül költséges. Véleménye szerint a legtöbb szakember a bérek emelésére fogja használni ezt az összeget. Megközelítőleg 750 ezer forint a bevétel egy praxisnak. Ennek a duplája kellene az, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó orvosoknak a bérét, asszisztensek bérét tudjuk fizetni. Tehát alul van finanszírozva nagyon. A támogatásból nagyjából 2500 fogorvos részesül. Ezzel a döntéssel egy szintre kerül a fogorvosi támogatás a házi orvosokéval, és a tervek szerint ez így is fog maradni. Egy autóba szorult emberhez riasztották a békési önkormányzat tűzoltóság embereit hétfőn este. A sérültet feszítő, illetve vágó berendezéssel tudták csak kiszabadítani az összeroncsoródott járműből a katasztrófa védelem emberei. Mindez szerencsére csak egy szimulált baleset volt, ahol a tűzoltók bemutatták, hogyan használják az idei önkormányzati támogatásból beszerzett eszközeiket. Jó, szemben fókuszva sadását, mi szerint műszaki mentésre,
Békés Petőfi utca 24 szám, egy Warco típusú gépjármű villanyoszlopnak csapódott, egy személy beszorulva. Az egység riasztása folyamatban. A békési önkormányzati tűzoltósághoz érkezett a riasztás. Az előírás szerint az önkormányzati tűzoltóknak a riasztást követő 8 percen belül el kell indulniuk az esethez. Hétfőn este nem kellett messzire menniük a békési lánglovagoknak, hiszen nem valódi baleset történt. A gépjármű utasa a tűzoltóság udvarán egy bemutató kedvéért került szorult helyzetbe. A szimulációt a békési önkormányzati tűzoltóság szervezte azért, hogy a gyakorlatban is bemutassák, milyen eszközök beszerzésére fordították az idei önkormányzati támogatás egy részét. Egy új készüléket sikerült beszereznünk a közelmúltban, egy műszaki mentések során használatos feszítő, illetve vágó berendezést. Korábban is volt egy ilyen készülékünk, az egy kombi típusú volt, tehát egy eszköz hajtotta végre a feszítési, illetve a vágási feladatokat is. Így, hogy külön gépeket tudtunk vásárolni, akkor gyakorlatilag megfeleződik a beavatkozás ideje, külön tud egy személy a feszítéssel, illetve egy másik személy a jármű vágásával foglalkozni. A hétfői tűzoltósági nyílt napon a bemutatót követően a szakemberek felügyelete mellett az érdeklődők is kipróbálhatták, hogyan működnek az eszközök. A város polgármestere elmondta, a lakosság biztonsága szempontjából is szükséges önkormányzati tűzoltóságot fenntartani békésen. A helyi intézmény besegítenek a városnak más jellegű munkáknál is, például favágás, vagy nyáron, amikor hőségriadó van, akkor locsolják az utakat, vagy egyéb esetekben nagyon sok bemutatót tartanak gyerekeknek, a ifjúsági tűzoltókat nevelik, beépültek a város közéletébe, nem csak mint a biztonságunknak az egyik stabil őrzői, hanem mint egy civil szervezet. A szimuláció végén a békési tűzoltók a flex használatát is bemutatták az érdeklődőknek. 5 Békés Csabai cég összefogásával az idén is lesz ételosztás a rászorulóknak. Az Andrássy úton december 9-től minden szombaton 500 adag meleg ételt, friss gyümölcsöt, fonott kalácsot és forró teát osztanak majd ki. Békés Csabán a tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz karitatív ételosztás. 5 Békés Csabai cég a karácsonyi ünnepekre való tekintettel segít a rászorulóknak december minden szombatján az Andrássy út 10 szám előtti fűtött teraszon. A kezdeményezés 3 évvel ezelőtt indult, ekkor még csak 3 cég fogott össze, majd egy évvel később további 2 állt a jó ügy mellé. A Marcek Kner Packaging ügyvezető igazgatója elmondta, a vállalkozók nem csak anyagilag támogatják majd az ételosztást, hanem személyesen is részt vesznek rajta. Az elmúlt évben is, és az idén is körülbelül 8 kollégánk fog majd velem együtt az ételosztáson részt venni. Hát a dolog megindítva egyébként, ahogy ott vagyunk, ahogy részt veszünk ezen a rendezvényen. Valóban azt látjuk, hogy itt a környezetünkben is azért el kell komolyan a segítség. A KUKE Kft. Ügyvezetője kiemelte, hogy az ünnepek közelettével rendkívül fontos az, hogy a rászoruló gyermekeknek és családoknak tudjanak segíteni. A fontossága mindenképp az, hogy megtaláljuk azokat a családokat, akik valójában a rászorulók, és tényleg ritkán, vagy esetleg nincs is lehetőségük egy meleg étel elfogyasztására, ami mellé még egy pici desszert, egy forró tea, esetleg egy kis hangulat, mert azért minden alkalommal igyekszünk egy zenészt is felkérni, aki egy picit a karácsony hangulatát idézi. Fodor Mihály hozzátette, jövőre nem csak decemberben, hanem az év más hónapjaiban is szeretnének ételt osztani a rászorulóknak. Új lemezét mutatta be Rákász Gergely Békés Csabán a Fidra rendezvényközpontban hétfő este. A koncertorgonista egy országjáró turnéba kezdett, hogy bemutassa Christmas című albumát. Az előadáson az érdeklődők klasszikus dalok válogatását hallhatták. Rákász Gergely elmondta, olyan műveket gyűjtött össze, amelyek már szinte egybenőttek a karácsonnyal. Bach feldolgozások, Csajkovszki vagy például Liszt Ferenc műveit válogatta ki. A művész hozzátette, a lemezbemutató turnéjának 4. állomása volt Békés Csaba, és az előző 3 helyszínen is rendkívül nagy sikere volt mind az idősebbek, mind pedig a fiatalok körében. Olyan bensőséges, ünnepre hangoló lemez, ünnepre hangoló este. Valahol az a cél a ma estével is, meg a lemezzel is, hogyha valaki itt van ma, vagy beteszi a lemezt otthon, hogy úgy ráhangolódjon az adventre, a karácsonyra körülbelül egy óra alatt.
Ünnepi gálával köszönti a városvezetés 2017 legsikeresebb Békés Csabai sportolóit. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban többek között fogadják a világversenyeken remeklő atlétákat, úszókat, vívókat, valamint a három trófeát begyűjtő csapai röplabda csapatot is. A gálán adják át az év legjobbjainak járó díjakat és a Békés Csaba sportjáért kitüntetéseket, de köszöntik a város korábbi olimpiai bajnokait is, Onodi Henriettát, Palotai Károlyt és Gedó Györgyöt. A programot beharangozó sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester kiemelte, a rendezvényre várják a város sportkedvelő közönségét, valamint hívják a fiatalabb korosztály képviselőit is, akik így találkozhatnak a múlt és a jelen legjobb sportolóival. A rendezvény ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amit a Csaba Gyöngye hivatalos honlapján, valamint a legnépszerűbb közösségi oldalon lehet megtenni. A gála december 11-én 15 órakor kezdődik a Kulturális Központban. Az apropót alapvetően két dolog adta. Az egyik apropó az volt, hogy Onodi Henrietta 25 évvel ezelőtt szerezte meg olimpiai aranyérmét Barcelonában, és mindenképpen szerettük volna ezt a 25. évfordulót kiemelten megünnepelni. A másik apropót lényegében az egész év Békés Csabai sport teljesítménye adta, hiszen elkényeztettek minket a sportolóink. Ötödik győzelmüket aratták a békési kosarasok a férfi NB1B piros csoportjában. Balogh Vilmos együttese idei utolsó hazai mérkőzésén a vásárhelyi kosársúli csapatát fogadta a Békés Csabai evangélikus sportcsarnokban. A békési gárda az első félidőben kiegyenlített csatát vívott a kékmezes vendégekkel. 20 perc játék után mindössze egy ponttal 47-46-ra vezetett a házigazda. A második játék részben ráerősítettek a fehérben pályára lépő hazaiak, a harmadik negyedet 4, az utolsó 10 percet pedig 7 ponttal nyerték. A 98-86-ra diadalmaskodó viharsarkiak legeredményesebb játékosa Papp Bendegúz lett 22 egységgel. A Békés ezzel a sikerével feljött a másodosztályú küzdelemsorozat 8. helyére. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!